2023 úgy néz ki, hogy a gazdasági szűkülés a recesszió éve lesz, hát a legtöbben ezt a fogalmat emlegetik, és sokféle módon lehet ezt megközelíteni. A mai státusz adásában is ezt fogjuk tenni. Köszöntöm a hallgatókat és köszöntöm a nézőket, hiszen videófelvétel is készül erről a beszélgetésről. A brutális energia árakra vezetik vissza nagyon sokan a recessziót, és van is egy ilyen példa a magyar történelemben, nem csak a magyar, hanem a világtörténelemben, az 1970-es években az arab-izraeli konfliktusban az arab államok visszafogták az olajtermelést, és hát árulkódult a világ, meg Magyarország is, mert az államadóság ettől jelentősen megnőtt, és gyakorlatilag még ma is lehet érezni. Vajon most is meg lehet-e fogalmazni, hogy ez az energia áremelkedés, ez a kiinduló pontja, vagy a legnagyobb okozója a jelenlegi helyzetnek? Erről fogunk beszélgetni. Két vendégünk van. Köszöntöm a stúdióban dr. Hosó Andrea közgazdászt. Jó napot kívánok! És Lóránt Károly közgazdászt. Köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat. Lehet-e azt mondani, hogy tényleg ez az energia áremelkedés, ez, amit tulajdonképpen 30 éve a klímahelyzet már megalapozott, tehát azóta próbálnak sokan energia típusokat váltani, hogy ez lesz a kiinduló pontja és a meghatározója, és emellett még milyen tényezők? Andrea? Nos, én úgy látom, hogy az energiaválság az egy hosszú idő óta készülődő és gondosan felépített válság, ami megint csak nem magától történt. És két eleme van a jelenlegi helyzetnek, az egyik az, hogy az éghajlatra való hivatkozással minden ország körülbelül központi forgatókönyv alapján megpróbálja leépíteni a fosszilis üzemanyagokra való támaszkodást, és áttérni megújítható erőforrásokra, tehát nagyjából napra és vízre. Ami nagyon dicséretes dolog, de hát majd a mérnökök ezt jobban ki tudják fejteni, mint én, de azt én is tudom, mert hiszen elég sokat foglalkozom a dologgal, hogy ennek nincs meg a szükséges technológiai háttere. Ugyanakkor a nukleáris energiatermelést visszafogták különböző biztonsági és egyéb politikai meggondolások alapján, tehát előállt egy olyan helyzet, hogy nincsen elég, vagy úgy teszünk, mintha nem lenne elég energiaforrás. Na most ezt megfejeltük az Oroszországra kivetett szankciókkal, ugye hivatalosan nem veszünk, nem magyarok, hanem az Európai Unió, meg a egyes országok a világban, nem veszünk orosz olajat, nem veszünk orosz gázt. Persze veszünk, csak kerülő úton és sokkal drágábban, mert hiszen a közvetítőknek ki kell fizetni az ő közvetítési díjukat, de ez is egy szűk keresztmetszet. Na most nyilvánvalóan erre hivatkozva még jobban fel lehet zsófolni az energiaárakat az egyes országokban, aminek rettenetes következménye van, mert egyrészt az ipar nem tudja, vagy nem minden ipar tudja kifizetni ezeket a megemelkedett energiaárakat. Másrészt a lakosságnak egy része minden országban kétségbeejtő helyzetbe kerül, mert hiszen nem tudja a téli fűtését és a házának, vagy a lakásának az energiaellátását megfelelő szinten biztosítani. Tehát, hogy már a múltkor említettem, hogy Angliában például, ahol elég jól ismerem a helyzetet, bizony a lakosságnak igen nagy része, nem mindenki, kétségtelenül nem mindenki, de a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező része azon kell, hogy gondolkodjon, befűtsön-e, vagy enni adjon a gyereknek. Tehát ezek nagyon húsba vágó, kétségbeejtő helyzetek. Na most, ugye előáll egy ilyen válsághelyzet, amit igazából előállítottak, és ez kiváló arra, hogy egyrészt, hogy kétségbeesésbe taszítsák az emberek nagy részét, és olyan bizonytalanságot idézzenek elő, hogy az emberek ne érjenek rá egyéb politikai változásokkal foglalkozni, hanem az foglalja le őket, hogy egyenek vagy fűtsenek. Nagyon jó arra, hogy az európai ipari termelést lehetőleg a legjobb
nagyobb mértékben meg lehessen gyengíteni. Tehát például a nyugati sajtó tele van olyan cikkekkel, hogy Németország, ezt is említettem már a múltkori adásban, hogy Németországban az ipar leépül, mert egyszerűen nem tudják, vagy nem akarják az iparvállalatok megfizetni azt a nagyon magas energiaköltséget. Tehát nyilván nem mindenki, de nagyon sokan elköltöznek máshova, például az Egyesült Államokba, akinek van saját energiaforrása. Tehát ugye, amikor itt azt nézzük, hogy kivezet be szankciókat, meg ki mit csinál, Európa nincsen ellátva saját energiaforrásokkal, Amerika pedig igen, az egy kontinens, ami el tudja látni saját magát. Ugyanígy el tudja látni saját magát Oroszország is, mert bőven van földje is, és energiája is. És természetesen az utolsó mondatom ebben, hogy ugye az energiaválság az kiterjed mindenre, tehát nem csak fűtésről, meg ipari termelésről beszélünk, hanem a közlekedéstől kezdve a mezőgazdaságig mindenhol megjelenik, mert hiszen minden energiával működik, és akkor ebből következik az elhíresült élelemhiány és élelmiszerválság. Kiváló káoszhelyzetet és válságot lehet előidézni több fronton is, aminek a célja az, hogy ezt a nagy politikai változást az új világrendetbe lehessen vezetni, amit a magyar köznyelv Great Resetnek nevezett. Ugye a The Great Reset, a nagy lenullázás, vagy nagy újrakezdés, attól függ, hogy akarjuk fordítani. Erről van szó. A 70-es évekkel kapcsolatban, de Károly erről biztosan többet tud mondani. Ugye akkor is az izraeli konfliktus, az olajár növekedés, az sem magától történt. Tehát ott is voltak politikai hatások, amiknek a következménye volt ez a nagy olajválság, ami megint csak alkalmat adott egy teljes politikai resetre, mert akkor vezették be mindenütt a neoliberális gazdasági rendet a 70-es évektől. Tehát ez volt az a momentum, ami lehetővé tette, hogy elfogadtassák nagy tömegekkel ennek a tökéletesen más és igen emberellenes gazdasági rendnek a bevezetését. De hát úgy néz ki, hogy ez a neoliberális gazdaságpolitika sokan azt mondják, hogy a végét járja. Károly, hogy látja, hogy ez az energia oldal, ez nagyon meghatározó, vagy emellett még vannak mások is? Hát mondjuk, hogyha legáltalánosabban fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy Nyugat-Európában, illetve az Észak-Atlanti térségben lezajlott egy kulturális forradalom, vagy zajlik egy kulturális forradalom, körülbelül olyan, mint a Mao-nak a kultúrása. Tehát irracionalitásában talán még túl is tesz azt, amit a Mao Tse-tungék csináltak. Most ez jelentkezik sok mindenben, tehát jelentkezik a bevándorlással kapcsolatos politikában, jelentkezik a neoliberális gazdaságpolitikában, jelentkezik ebben a gender propagandában, és hát a klímahisztériában, tehát egy sereg olyan dolgot lehet említeni, ami irracionális. Tehát irracionális, mert abban, hogy beengedjük a úgynevezett menekülteket, azon a fejlődő országokon nem segítünk semmit se, magunkat pedig tönkretesszük. Az is a cél. Már nem igaz az, hogy erre a munkaerőre szükség van. Sőt, én csináltam annak idején számításokat, hogyha a németek annak idején nem hozzák be a törököket, akik aztán ott maradtak, és ezzel kezdődött ugye az egész átalakulás, akkor lehet, hogy nem 5-6%-kal növekedett volna a gazdaságuk, csak 4-5-tel, de elkerülték volna azt a társadalmi átalakulást, ami most van. Persze ehhez még más is kellett volna, például az, hogy ne essen le a teljes termékenységi ráta 1,5-re. Tehát sok minden, de ez egy ilyen általános társadalmi hatás. Na most a másik, ami bejött ebbe párhuzamosan, a klímahisztéria. Na most az, hogy a végtelenség nem lehet növekedni, hogy a föld határos, tehát ezt mindenki tudja, az, hogy a környezetet pusztítjuk, azt mindenki tudja, de ehhez lehet racionálisan hozzáállni, meg lehet irracionálisan. Tehát az irracionális hozzáállás az,
hogy mi meg tudjuk változtatni a klímaváltozását azzal, hogy a szén-dioxidot szabályozunk. Szinte ez a nyugati elképzelés, ahogy én látom az IPCC-nek, ugye ennek a szervnek, aki... Az ENSZ-nek egy szervezete ez az IPCC. Amely kidolgozza ezeket a koncepciókat erre a klímaváltozással kapcsolatban, és hozzátartozó modelleket, akkor felrajzolnak egy olyan összefüggés rendszert, ami, hogyha igaz lenne, akkor a föld hőmérsékletét úgy lehetne beállítani, mint most a klímát. Tehát, hogy azt mondom, hogy nekem sok a 30 fok, és akkor letekerem, mert most talán annyi, azon letekerem 25-re vagy 18-ra. Na most teljesen irreális dolog. Na most akkor a következő irracionalitás, a hisztéria a atomenergia ellen. Tehát ez eleinte érdekes módon az atomháború elleni tiltakozásként indult, és mikor megszűnt az atomháború veszélye, akkor áttértek az atomenergia, mert ugye egy mozgalom, ezt én el szeretném mondani, hogy egy mozgalomnak kell egy elérhetetlen cél. Mert ha a mozgalom eléri a célját, akkor szétesik. Na most az elérhetetlen cél ebben az esetben, ugye a klímát úgy sem lehet megváltoztatni, tehát magunk, tehát kitűzhetjük azt a célt, hogy vigyük le a szén-dioxid kibocsátást nullára 2050-ig, nem lehet megvalósítani. De állandóan lehet a cirkuszt csinálni, hogy miért nem valósítjuk, miért nem halunk. De facto a szén-dioxid kibocsátás nő, és én ahogy kiszámoltam, 2050-re körülbelül megduplázódik. Na most, de ennek nem sok köze van a föld hőmérsékletének az alakulásához, mert volt már az, hogy a levegő szén-dioxid tartalma 10-szer akkora volt, mint a jelenlegi, és a hőmérséklet mégse volt sokkal melegebb. Tehát ez nincs egy ilyen direkt összefüggés, de ebben együtt ennek van egy olyan része, és az embereket félelmembe tartani. Igen. Tehát kitalálok egy ideológiát, azt mondom, hogy én ezzel megmentem a világot, tehát én magamat mindenfajta cselekedettől, amivel másoknak károt okozok, fölmentem azzal, hogy én világmentő vagyok, ugye, és ezek után ezt az ideológiát rákényszerítem másokra, és ez semmi más, mint egy ilyen uralkodási vágynak a kielégítése. Tehát, hogy én megmondom a másiknak, hogy mit csináljon, és annak azt kell csinálni. Mert egyébként nekem akár jogom van, hogy mondjam, megszüntetni a másikat. Volt egy gráci professzor, aki azt mondta, hogy aki nem hisz ebben a klíma, hogy megkérdezi ezt a klímapolitikát, azt föl kéne alkasztani. Tehát ugye Grácz egyetemen ilyen emberek vannak. Na most jó, elhatározott később az egyetem tőle, de hát mondjuk lehet, hogy csak azért, mert az Európai Unióban az akasztás az ugye be van tiltva. Tehát oda akarok kiukadni, hogy nagyon sok a baj, tehát ha nincs Covid és nincs orosz-ukrán háború, akkor is itt zajlik egy olyan folyamat, aminek az a lényege, hogy egyre kevesebb embernek a kezében összpontosul a hatalom, és azzal a hatalommal bármit el lehet érni. És itt egy nagyon érdekes dolog. Én mondjuk a rendszerváltás után talán egy-két évig én hittem a demokráciában. Én valóban azt gondoltam, és én magam is egy ilyen kis szociáldemokrata párt tagjaként programot írtam, és én azt gondoltam, hogy az embereknek be kell mutatni a programot, az emberek el fogják olvasni az ilyen meg olyan amolyan pártnak a programját, és amelyik legjobban tetszik nekik, arra fognak szavazni. Na most, hát ennél, most nem azt mondom, hogy őrült nagyot csalódtam, de mert azt, hogy az ország tönkre megy, az világos volt. De az, hogy abban nem csalódtam. De azt én tényleg azt hittem, hogy pedig már abban az időben, nem 2000 környékén kimérte a Gallup közvéleménykutató intézet Nyugat-Európában, hogy az embereknek az, hogy Nyugat-Európa több országában többségi vélemény, tehát a fejlett országban, hogy a választások demokratikusak, de a kormányok nem azt csinálják, amiért megválasztották így van. Őket. Abszolút. Tehát szóval még nálunk diktatúra volt, és azt csinálta, ugye, és mondjuk úgymond elnyomás volt, náluk az, hogy szavaz, akire akarsz. Teljesen szabad vagy, ugye? De akire szavaztak, az vagy, hogy mondjam, tehát vagy egyből azt csinálta eleve már, amit kellett neki, vagy ha nem, megpróbálta, mint én még a próbál, akkor meg megbuktatták a következő választásokon. Hát nézzük meg a görögöknek a kísérletét, ugye, ahol volt a Varoufakis, hogy hívták? Varoufakis. Varoufakis. Varoufakis.
aki tényleg akart, megpróbált harcolni, ugye... A pénzügyminiszter volt a Syriza kormánynak. De igen, és megpróbált harcolni tulajdonképpen a központosítás ellen, ami az Európai Unióban van, meg avval a kitolással szemben, amit Görögországgal tett az Európai Unió, és leváltották. És most megnézhetjük legújabban az olasz választásokat, Meloni megnyerte a választásokat, kénytelen alkalmazkodni, mert biztos megüzenték neki, hogy külön megkicsinálják valamilyen formában. Jó, tehát, hogy még két példát adjak egy mondatban, ugye két nagyon eklatáns példa, az egyik az, hogy az MDF-et választotta a Magyar Nép 90-ben, és mi történt? Az MDF-nek kiállt, legalábbis a kormányzat Antal József alatt, ugye neki állt végrehajtani az SZDSZ programját, és befejezte a spontán privatizációval az elvtársak alatt elindult folyamatot, és tökéletesen kiárusította az országot, úgyhogy Gyurcsányéknak már csak be kellett fejezni ezt a dolgot. A másik pedig, amit én most végigéltem ismét, az a Brexit. Ugye 16-ban volt egy népszavazás, a britek megszavazták a Brexitet, és a politikai felépítmény, teljesen mindegy, hogy ki van hatalmon, ez most már teljesen világos, bojkottálja ezt a döntést. És persze, Brexit, és kilépünk, és igazából nem csinálják meg, tehát azokat a lépéseket, amiket valóban meg kéne tenni ahhoz, hogy a Brexit ne csak egy legális papír legyen, hanem tényleg önálló életet kezdjen élni az ország, azt nem csinálják meg. Tehát, mikor a gazdasági problémákról beszélünk, akkor látni kell, hogy itt van egy alapvető átalakulás. Na, ugye ez meddig tart? Azt nem lehet tudni, akik ma fiatalok, azok majd meg fogják mondani. Lehet, hogy ez eltelt 10 évig, 20 évig, a jó Isten tudja, meddig tart. Nem tudom, a Kínában is gondolom, a kultúrás forradalom eltartott vagy 10 évig, ugye? Hogyne. Tehát, szóval ez egy elég hosszan tart. Tehát kell egy időszak, ameddig az emberek először is rájönnek, hogy mit csinálnak velük, ugye? Mert mondjuk én nagyon jól emlékszem az 50-es évekre, hogy mi teljesen tisztában voltunk abban, hogy egy diktatúra van. És hogyha mondhatok egy abból a korból származó viccet, hogy ezt illusztráljam, 49-ben volt ugye az új alkotmány. És akkor járta az a vicc, mint én nagynénétől hallottam, hogy mi a különbség az angol és a magyar alkotmány között. És akkor az a különbség, hogy az angol alkotmány a Magna Carta, ez pedig a Franca Carta. Na most én azt akkor nem értettem, mert 7 évesen nekem fogalmam nem volt, hogy mi a Magna Carta, meg mi az, hogy alkotmány, de mint egy kisgyerek fejében sok minden megmarad, hát nekem is ez a mondat megmaradt, és mikor megtanultam, mi az a Magna Carta, meg mi az, hogy alkotmány, akkor végre rájöttem a viccre. De ez azt jelenti, hogy a magyar nép az 50-es években, tehát amikor itt a legszél, az első pillanattól kezdve tudta, hogy itt diktatúra van. És tudta, hogy ez... És hallgattuk a Szabad Európát, ugye, hogy valami más hallgassunk. Na most Nyugat-Európában, hát erről Andrea talán többet tudna mondani, hogy hogy van, de én úgy látom, hogy például a németek, hogy elhiszik. Tehát, hogy Hitlernek elhittek mindent, most elhisznek a Merkelnek mindent, meg mit tudom én mindent. Lehet, hogyha az ember jól leítatna egy németet, akkor rögtön megjönne az esze. Én nem próbáltam ki, mert olyan viszonyban nem vagyok még egyikkel se. Volt a Brüsszelben, volt ilyen kollégám, hát régen láttam már, nem tudom, hogyha leülnénk egy kicsit beszélgetni, hogy akkor őszintén mit mondana. De mondom, hogyha eltekintünk a gazdasági problémák, és erre jönnek rá a gazdasági problémák. És tehát a Covid, tehát ez itt beindított egy olyan folyamatot, és ezt a folyamatot megint csak arra használják, hogy az a baj, hogy nem elég egy koncentrált minden, de hogyha minden Brüsszelből csinálunk, hogyha lesz egy úgymond világkormány, ami akár a klímaváltozással, akár a járványokkal majd közösen megbirkózik, akkor az emberiség számára egy új gyönyörű korszak következik, szép új világ következik, hogy eszembe jussam a 30-as éveknek, a Huxleynek a könyvét, szép új világ következik, és ezt nekünk el kell fogadnunk, mert egyszerre nem tudunk más csinálni. Hát én annak idején is, meg most is megpróbálok ellene tenni valamit, de hát az embereket kell először meggyőzni arról, hogy van más lehetőség. Igen, így van.
Hogy néz ki akkor ez az esztendő? Hát az energiáról beszéltünk, arról is beszéltünk, hogy sokan elfogadják ezeket az axiómákat, amelyeket az energiaválság kapcsán a nyakukba zúdítottak, és hát gyakorlatilag 30 éve lehet hallani. De ez most egy nagyobb fokozatba kapcsolt az utóbbi években? Tehát lehet azt mondani, hogy gyakorlatilag én már azt is hallottam, hogy 2030-ra akarják ezeket a dolgokat befejezni. Hogy tehát ne, van egy ilyen tervezet, ami már ezt az esztendőt tartalmazza. Hogyne, hát persze. Ugye ez a folyamat, amiről beszélünk, ez már régóta tart. Tehát ha nem akarunk messzebbre menni, de mehetnénk mondjuk a 70-es évek óta, amikor bevezették ezt a neoliberális gazdaságrendet. Na most azt látnunk kell, hogy a neoliberális gazdasági rend, ez a tőke tökéletes uralma, most belemehetünk a részletekbe, de erről sokat beszéltünk, a tőke tökéletes uralma és a nemzetállam fölöslegessé válása. Tehát a nemzetközi, én úgy szoktam hívni, ez az én trademarkom, hogy a nemzetekhez nem kötődő globális nagytőke. Ez a nemzetekhez nem kötődő globális nagytőke uralma, amelyik ugye a globalizáció, a határok eltörlése és a tőke korlátlan áramlása és gazdasági tevékenysége. Ez a gazdasági része ennek a folyamatnak, amiről Károly most beszélt, ugye ezt úgy hívják, hogy culture wars, ugye a kulturális háború, ez ezzel párhuzamosan folyik, és ugyanazok az erők rendezik. Tehát szerintem nem nagyon jó elnevezés ez a culture wars, mert nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a társadalom szövetének a tökéletes felbontása. Vagy az emberek fejébe kell az olyan változásokat elérni, hogy most elfogadják. Ez több lábon áll, tehát ide tartozik az éghajlat, a klímahisztéria, ugye tökéletesen megalapozatlan, abszurd kijelentésekkel erről tényleg a mérnök tudna hosszasabban beszélni, de még egy nem mérnök is látja, ha utána néz, hogy ezek abszurd dolgok. A klímahisztéria, a tömeg népvándoroltatás, ugye az egész világon, ez is azt a célt szolgálja, hogy felbontsák a társadalmak szövetét, és ugye ezek a politikai erők maguknak, amit ők úgy gondolnak, biztos szavazóbázist és támogatást, réteget szerezzenek. Ugye a különböző identitáspolitikának hívják azonosítani kisebbségeket, például nemi preferenciák alapján, és ezekből, hogy hogyan lesz a lakosság 0,0 valahány százalékát kitevő transz vagy egyéb szexuális preferenciával rendelkező csoportból politikai erő, na ezt magyarázza meg valaki, de nem magyarázza, és ezzel is megosztják a társadalmat, ugye? A különböző faji feszültségek szításával, ez főleg olyan országokban jellemző, ahol multikulturalizmus van, ugye Amerika, Nagy-Britannia, stb. Most már Franciaország is, és hát Németország is. Tehát mindenféle ellentétet szítani a társadalmakon belül, hogy felbontsák a hagyományos nemzetállam és koherencia szövetét. Tehát mindenki mindenkinek az ellensége legyen. Ez paralel folyik, vagy folyt most már évtizedek óta ezzel a neoliberális globalizációs gazdasági renddel. Na most tulajdonképpen ez, amit most látunk, és amit a híres Davoszi Társaság nagyon szépen elmagyaráz egyébként, ha az ember veszi magának az időt, fáradtságot, és van gyomra végighallgatni ezeket a dolgokat, ők tulajdonképpen elmondják, hogy mit akarnak. Egy olyan új világrendet, amiben majd ez a kiválasztott, ugye John Kerry mit mondott az amerikai klíma utazó nagykövet, hogy ők, az emberiség egy kiválasztott csoportja, aki megmenti a Földet. Ezt elmondta ott Davosban most, megmenti a planétát, és majd ők elmondják, hogy mi, a plebs, ugye valamennyien, hogyan kell, hogy éljünk. Ahogy ők ezt elképzelik. Na most persze emögött többnyire nem arról van szó, hogy ők valami nagyon jót akarnak a világnak, hanem a saját uralmukat akarják bebetonozni, és ehhez az kell, hogy az egyre rosszabbul élő nagy tömegek nehogy fellázadjanak ellenük. Ezért van az, hogy a társadalmakat szét kell verni, ezért van az, hogy minden hagyományt fel kell borítani, ugye mit mondtak a kommunisták
szép, nem ezt mondták, mit mondtak a kommunisták, hogy a múltat végleg eltörölni. Na, ugyanez történik. Hát történelmet átírunk, egymásnak uszítunk mindenféle embert, egy nagy egyveleget akarunk, ugye, mozaik társadalmat, ahol mindenki ellen harcol, és majd mi uralkodunk az egész fölött. Na most ez a folyamat tart évtizedek óta, de valóban felgyorsult. És mivel ezt talán említettem már, 16-ban nagyon sok olyasmi történt, ami ijesztő volt ennek az uralkodó rétegnek a számára, Trump megválasztása, a Brexit megszavazása, hogy a visegrádi országok nem engedték be a Merkel által tárt karokkal behívott tömegeket. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy fel kell gyorsítani ezt a folyamatot. És most ez történik. Na most azt, hogy ők úgy érzik, hogy felgyorsíthatják a folyamatot, és most már tulajdonképpen nagyon rövid idő alatt befejezhetik, például az ENSZ 2030 programja, amiről beszélt Anita, hogy addigra nagyjából helyére kell tenni ezt az új világrendet. Ezt azért tehetik meg ilyen könnyen, mert bejött a COVID, és a COVID-dal kapcsolatos diktatúra. Amikor felmérték azt, hogy emberek, főleg a nyugati világban, mit hajlandók elfogadni. És nolán mindent hajlandók elfogadni. Tehát amikor Matt Hancock, aki a válság nagy része, nagy időtartama alatt brit egészségügyi miniszter volt, egy borzasztó, ugye most írt valami könyvet, hát nem ő írta, de mindegy, az ő neve alatt jelent meg, amiben elmondja, hogy ők nem gondolták, hogy az emberek így el fogják fogadni ezeket az intézkedéseket, hogy lockdown, hogy bezárják őket a házukba, hogy nem mehetnek ki, hogy nem találkozhatnak a rokonaikkal, hogy a férj nem mehet el a szülő feleségével a kórházba. Szóval eszméletlen dolgok történtek, hogy maszkot kell viselni mindenhova, amikor mindenki tudja, hogy a maszk igazából nem állítja meg ezeket a fertőzéseket. Hogy kényszeríthetnek embereket arra, hogy egy valamilyen orvosi beavatkozásnak alávessék magukat, akár szükségük van rá, akár nem, és olyan orvosi anyagról beszélünk, aminek csak sürgősség, emergency authorization, igen, tehát sürgősségi meghatalmazása volt, ez nem egy 10 éve kikísérletezett dolog volt. Nem akarták elhinni, hogy az emberek erre hajlandók, és az emberek hajlandók voltak. És ezt is mondtam már, hogy ugye, amikor az angol belügyminiszter asszony felhívta a lakosságot, hogy jelentsék fel egymást, telefonáljanak a rendőrségnek, hogyha azt látják, hogy a szomszéd fogad látogatót, vagy nem azt csinálja, amit kéne, és a rendőrség 2 hét múlva szólt, hogy könyörgöm, ne telefonáljanak ennyien, mert nem tudjuk ellátni a forgalmat. Ugye? Ez nagyon sok mindent elmondott ezekről a társadalmakról, és ez az uralkodó réteg most gratulál magának, hogy ezt is meg lehet csinálni, mint ahogy az ukrán háborús uszítást is meg lehet csinálni. Egy kivétel van pillanatnyilag, ugye ebben a társaságban a Magyarország, ugye a magyar miniszterelnök, és független attól, hogy lehet kritizálni sok mindent, amit mondjuk a kormány csinál, de mégiscsak kiáll a hagyományos értékrendszerben, és ebben unikális, tehát teljesen egyedi. És most az összes pénz, mint hogy ugye hallottuk, hogy az ellenzéket milyen mértékben támogatják, ide fog áramlani, hogy ezt az utolsó bástyát, ezt valahogy fölborítsák. Hogyne? Na most tehát, az ellenzéknek fog áramlani a pénz? Hát hogyne? Persze, hát eddig is áramlott. Eddig is áramlott, és biztos botrányokat is lehet. Szóval minden, tehát én nem gondoltam volna, hogy ennyire alávaló módon lehet politikát csinálni, és ez lehet, hogy azért is van, mert ez egy második generáció, szóval egy Adenauerről nem nagyon tudnám azt elképzelni, mint a Merkel megcsinál. Tehát az, hogy a szavam valamire, ugye annak idején például mind az amerikaiak, mind a németek, ugye a Gorbacsovval tárgyalásnál ugye centi sem ment a NATO kelet felé, ugye nem tartották be. A mostani NATO főtitkár azt mondta, hogy ilyen ígéret nem is hangzott el. Ugye, pedig hát nyilvánosságra hozta egy amerikai egyetem, ahol őrizték ezeket a dokumentumokat 2017-ben a beszélgetéseknek az átírásait. Tehát nyilvánvalóan megvan, mit ígértek, mi nem. Szóval elképesztő ez a helyzet, és most én egy picurkát, mert ugye gazdaságról is kéne beszélni, szeretnék visszatérni a gazdaságra, mert ugye
Itt felmerült az, hogy mondjuk a 2023 az mondjuk egy stagnálás, hogy milyen lesz, hogy miről lesz emlékezetes. Hát én azonnal kiegyeznék abban, miután a kezemet, hogyha valaki azt mondja, hogy garantálni tudja, hogy ez a stagnálásról lesz nevezetes. Én szerintem a 2023 sokkal, hogy mondjam, súlyosabb dolgokról lesz nevezetes. És mikor engem kérdezgetnek arról, hogy igazából mi az, amit tenni lehet, vagy amit várni lehet, hát én azt mondom, hogy például Magyarország szempontjából, meg hát gyakorlatilag minden ország szempontjából, hogy azt próbálják valamennyire stabilizálni a helyzetet. Na most mindjárt átérek arra, hogy nagyon ez a válság, ami most következik, ami eddig volt már az elmúlt 30 évben, az nagyon egyenlőtlen érinti az egyes társadalmi réteget. Ez ki van mutatva. Van egy szűk réteg, ami rettenetesen gazdag lett, és a társadalomnak az alsó 20%-a az 30 éves tagnál, sőt, ennek ennél nagyobb része is a valamikori középréteg megcsúszik le az alsó részbe. Na most, ez egy nagyon nagy probléma. Na most itt én azt gondolom például Magyarország szempontjából, hogy ezen kéne gondolkodni, tehát amikor a jövedelmeket valamilyen formában elosztjuk, hogy lehetőleg ne kerüljenek kétségbe esett helyzetbe szélesebb társadalmi rétegek, tehát ez az egyik. A másik az, hogy ebben az országban magunknak meg tudjuk termelni, amire alapvetően szükségünk van. És most gyakorlatilag azt mondtam, hogy egy ilyen vészhelyzet lesz a következő 3-4 év. Tehát nem lehet tudni azt, mert most mondjuk energiaellátjuk van. 30% villamos energiát importálunk. Hogyha ez leáll, mert valahol nincs gáz, nem tudjuk, honnan importáljuk. Elővik az oroszok a ukrán vezetéket, mert nem most talán onnan jön, vagy jöhet más hálózatból is, de sehol se lesz, mert nagyrészt gázerőművekkel állítják elő, a gáz meg lesz kérdőjelezetben, még hiába hozzák a cseppfolyósított gázt Amerikából, mire az abban a mennyiségben ideér, mint a volt szovjet gáz, addig évek telnek el. És milyen áron? És milyen, az egy másik kérdés, de hogy egyáltalán. Na most a másik dolog pedig, hogy a külső egyensúlyt is kell teremtenünk. Hát ez is ugye ez egy alapvető probléma. Magyarországnak egy 100 éves problémája, hogy 15 évenként befut egy külső eladósodásba. Ugye? Tehát nem, azt végig lehet gondolni, hogy ez miért volt annak. Hát ugye a első világháború után nyilván, mert akkor vált szét az ország, akkor kellett ugye egyharmadára csökkent országot felépíteni. De aztán előfordult a 50-es években, 60-as években, 70-es években, 2000-es, 90-es évek, hát ott próbáltak valamit, ugye bokroscsomag, 2000-es évek, és most megint. És akkor fölteszem a kérdést, én nagyjából meg is tudom többé-kevésbé válaszolni, de most abban nem akarok belemenni, mert az nagyon sokáig tartana, de hogy ma se foglalkoznak ezzel az alapvető kérdéssel, hogy mi éppen most kérdezték meg tőlem egyik tévéműsor, hogy van egy 700 milliárdos, vagy lesz egy 700 milliós hitelprogram kisvállalkozóknak, hogy ennek mi lesz az eredménye. Ugye hát ilyenkor a királyi tévében nem lehet azt mondani, hogy semmi, de ugye azt mondtam, hogy ez csak akkor lesz hatékony, ha ez egy iparpolitika. Igen. Tehát mert annak a vállalatnak el is kell adni a termékét. Múltkor megint egy ilyen viszonylag magasabb rendű, rangú köztisztviselővel beszéltem, aki mondta, hogy hát voltak hitelprogramok, és igazából nem kellett senkinek se a hitel. Hát a hitel akkor kell valakinek, ha van egy biztos piaca. Ugye, és ameddig, na most erre szoktam mondani, hogy nézzük meg, hogy hogyan zárkoztak föl azok a távol-keleti országok, ahol fölzárkoztak. Hát erre Dél-Korea egy tipikus példa. Tehát ott nem az volt, hogy adok hitelt és csinálj, amit akarsz, hanem az állam, a bankok és a családi vállalkozások, mint tudom én, Samsung, összefogtak, ugye az egy pici családi vállalkozás volt, és ahol mocsár volt, azt mondták, hogy itt lesz egy acélgyár. És lett. És nem azt nézték, hogy 3 évvel megtérül, vagy nem térül, mert nem térül meg. De 20-30 év alatt arra fölépült egy gépipar, arra fölépült egy elektronikai ipar, és utána kijöttek, és ma dél-koreai autókkal szaladgálunk, meg dél-koreai tévét nézünk. Tehát ezt így lehet csinálni. Na most, de ez nem egy új dolog, ez
A Friedrich Listnek, a német közgazdásznak a könyve, a közgazdaságtan nemzeti rendszere, az valamikor 1840-ben jelent meg, és Kossuth Lajos olvasta. És akkor ő is egy liberális volt, mint Széchenyi gazdasági elveit tekint, és akkor kezdte megszervezni a, hogy hívták, ipar egyetet. Tehát ez ennyire régi dolog. Na most, hogyha mi ezzel nem nézünk szembe, hanem az, hogy na hát hitel vett föl, és csinálj valamit. Vagy mit tudom én, hogy... De bocsánat, hogy félbeszakítom. Hát ha megmondja egy kormányzat, hogy mit csináljanak a pénzzel, akkor rögtön azzal vádolják, hogy beleszól a szabad piacgazdaságba. Hát pontosan ez a trükk benne, hát itt erről arról beszéltünk, hogy minden azoknak a kezébe van, akik ezt megcsinálták már 200 évvel ezelőtt. Persze. Meg 100 évvel ezelőtt. Ugye hát vegyük Angliát. 1648-tól 1848-ig védte az angol ipari érdekeket a hajózási törvény. Ki beszél róla? Ki tud róla? Németeknél a 19. második felében védővámrendszer, ugye? Ki beszél róla? Tehát ott is ilyen szoros állami irányítást persze alkalmaztak, amíg meg nem erősödött. Hát Amerika is, hát a legprotekcionistább gazdaság volt, amíg, és az európai történelem révén is, ugye, végül is uralkodó pozícióba nem került. Hát senki nem úgy lett nagy gazdasági hatalom, hogy kinyitotta a határait, és azt mondta, vigyetek, amit láttok. Senki. Mi beléptünk az Európai Unióba, és eddig ugye az volt, hogy különösebb versenytársat nem akartak a magyar cégekből csinálni, az Európai Uniós pénzekből, de most már ezen túlmentek, most már ideológiai és társadalom filozófiai feltételekhez kötik az uniós forrásokat, és nem adják oda. Tehát ebben a közegben, ebben hogy lehet? Zsákba lehet táncolni? Vagy úgy kérdezem? Ez egy gúzsba közben táncolni, igen, egy régi dolog. Ez a kommunista időben. Vagy zsákba is futni most egy kis képzavarra. Ez megvolt a kommunista időkben is, tehát ugye azért Magyarország próbált egy viszonylag függetlenebb politikát csinálni az oroszoktól, és ott is megvoltak magunk korlátai. Na most hát itt ugyanaz a helyzet egyébként, tehát mondjuk ha ez rajta múlna, én nem minden kérdésben mennék szembe azért az Európai Unió politikájával, csak néhány lényeges dologra koncentrálnék, és hát borzasztó nehéz, mert egyrészt nem tudom, erről Andrea beszéljen, hogy milyen a nyugati ember, hogy teljesen megbolondult. Szóval én ezt egyszerűen nem is értem. Hát ott van az országokat, elfoglalják. Tehát éppen ma küldött nekem valaki egy ilyen demográfiai elemzést Nyugat-Európáról, de én is csináltam ezelőtt 20 éve, hát nem egészen mondjuk 15, egy prognózist Európai Uniónak a jövőjére, demográfiai prognózist. 200 év múlva, hogy mondjam, gyakorlatilag Nyugat-Európa iszlám lesz. Tehát a nagy tendencia. És színes. És színes. És színes, így van. Szóval, na most, és ez senkit nem izgat. Ó, hát hogy ezt nagy győzelemként könyveljük el. Ezt nagy győzelemként könyveljük el politikailag korrekt körökben, de, bocsáss. Nem, csak ennyit akartam mondani, hogy egyszerűen a nyugati ember valami oknál fogva nem akarja. Ugye, de hát a nyugat alkonya, ugye? Tehát mikor írták? 100 évvel ezelőtt. Ugye, és akkor már ki is írta, mondja. Spengler. Nem jutott hirtelen eszembe. Spengler, Oswald Spengler. Honnan látta előre? Ugye, tehát hát, ő több ilyen kultúrát egymás mellé tett, és amiből megállapította. Ugye, de hát van az a 1984, na megint a szerzőnek, Orwell. Hát ha Orwellt most fölköltenék, fölébredne valahogy, akkor azt mondaná, hogy gyenge volt a fantázia. Gyenge volt a fantáziám. Így van. Andrea, akkor nézzük, hogy Andrea, hogy látja, hogy ebben a beszorított helyzetben most milyen lehetőség van? Én egy van? Kicsit másképp látom a dolgot. És azt gondolom, hogy teljesen egyetértek a felvázolt képpel, de én nem abból indulnék ki, hogy be vagyok szorítva, és akkor innen hogy tudok felállni, mert innen nem tudok felállni. És tudomásul kell. Tehát az én alapelvem,
magamra vonatkoztatva is, meg a világra is az, hogyha nem vagyok hajlandó nyersen, őszintén, tárgyilagosan tudomásul venni a helyzetet, és felállítani a diagnózist, bármiről is van szó, akkor nem fogok tudni kiutat javasolni. Se magamnak, se másnak. Tehát látnom kell, hogy mi a valóság, hogyha tényleg akarok valami megoldást. Na most én úgy látom, hogy ez az egész Európai Uniós tagság, ez egy veszett fejszennyele, már elnézést a közmondásért, vagy a szólásért. Ez nekünk nem jó. Soha nem volt jó, mert mindig elmondom, én annak idején hazarepültem a népszavazásra, hogy nemmel szavazzak, mert tudtam, hogy nem lesz jó. Többek közt azért is tudtam, mert én az előcsatlakozási tárgyalásokon részt vettem a pénzügyminisztérium képviseletében, és tudtam, hogy nem lesz jó. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy miről van szó, hogy nem vesznek minket ember számba. Ez teljesen világos volt. Az is világos volt, és most már egyre világosabb, hogy az Európai Unió, mint képződmény, ugye, ők ennek az új világrendnek az igen erőszakos végrehajtói, az egyik alap oszlopa ennek az új világrendnek, amit ők próbálnak csinálni. Tehát azon elmélkedni, hogy ebben az Európai Uniós összefügg kötöttségben, mint tag, hogyan tudunk kilábalni a különböző bajainkból, szerintem fölösleges, mert nem tudunk. Nem tudunk. Annál inkább sem tudunk, mert annyira meggyengítettük saját magunkat. Most ne is beszéljünk arról, hogy mi volt 90 előtt, mert tudjuk, hogy mi volt 90 előtt, és itt voltak a szovjetek, ugye megszállva tartottak minket, 56 megmutatta, hogy olyan nagyon sok mindent nem tudunk csinálni, és akkor a nyugati világ nem küldött nekünk rakétarendszereket, meg tankokat, meg F-15-ösöket, meg az amerikai kongresszusban nem viseltek magyar zászlót a kabátjukon, meg ugye ezt egyszer mondtam, valahol Nagy Imrét sem hívták meg. Most hogy... miért változott ez meg? Most majd elmondom, jó, csak hogy nem szeretnék letérni a gondolatmenetemről. Azért, mert ez most ennek az uralkodó osztálynak az érdeke. Ők háborút akarnak, folytatni akarják a háborút, és nekik az a jó, hogyha ez egy mint ahogy Hitler sem volt hajlandó befejezni a háborút, ő akarta a háborút. No, egyébként ahhoz is nagyon sok amerikai segítséget kapott, de ez egy más beszélgetés témája lenne. Akarják a háborút. Tehát az én diagnózisom az, hogy ebben a felállásban mi nem fogunk tudni kitörni sem az Európai Unió különböző áskálódásaiból és különböző zsarolásaiból, ugye a pénzekkel. És nem fogjuk tudni rendbe tenni a gazdaságunkat sem. Na most a mi gazdasági problémáink, ahogy Károly is elmondta, nem most kezdődtek, hanem már nagyon-nagyon régen tartanak. Nyilván az első világháború után Trianon, hát az egy olyan elképesztő, és a világtörténelemben példanélkül álló megcsonkítása volt egy szerves, ősi országnak, amire tényleg nincsen más példa. Egyszer erről kellene beszélni, akár gazdasági szempontból is. De ugye azután jött az orosz, a szovjet megszállás, itt voltak az elvtársak, tudjuk, hogy milyen gazdasági rend volt. Abból is lehetett volna jobbat kihozni, de nem hoztak, és amikor aztán a szovjet években itt is a finánctőke hívei vették át az irányítást, attól kezdve kezdődött az eladósodás és minden egyéb probléma. Na most eljött 1990, és mit csináltunk? Tökéletesen elfogadtuk ezt a akkor már Nyugat-Európában elindult neoliberális, vadkapitalista rendszert, felszámoltuk a saját gazdaságunkat, amiből nagyon sokat meg lehetett volna menteni. Én magam szaladgáltam le föl, megpróbálva megmenteni vállalatokat és bankokat, ugye az MDFS kormányzati képviselők között, és hát nem is értették, hogy miről. Ez egyrészt nem értette, a másrészt meg pontosan tudta, hogy honnan jönnek az utasítások, többek közt Mark Palmer amerikai követtől, nagykövettől, ugye? Mert az már el volt döntve, hogy Közép-Európa, ez a felszabadult
rész, ez semmiképpen nem mehet át azon a szociáldemokrata korszakon, amit Nyugat-Európa élvezett a II. Világháború után, hanem mi egyből ebbe a darwini, dickensi, neoliberális vadkapitalizmusba estünk, föl kellett számolnunk a saját iparunkat, mi nagyon büszkén és boldogan felszámoltuk a mezőgazdaságunkat is, amiben pedig abszolút előnyünk van, nem csak komparatív, és lett belőlünk tulajdonképpen ugyanaz, ami voltunk, egy gyarmati gazdaság. Egy gyarmati gazdaság, mert nekünk saját, organikusan kifejlődő, versenyképes iparunk és gazdaságunk nagyjából nincsen. Tehát vannak magyar vállalkozások, te erről nyilván többet tudsz mondani, de igazából nincsen. Tehát mi az ide települt külföldi nagyvállalatoknak a kiszolgáló egysége vagyunk. Na most még ezt is lehetett volna jól csinálni, mert például, amit Károly említette, a dél-koreai vagy akár a kínai gazdaság, ugye, azért az nem úgy volt, hogy oda mentek a külföldiek, és felvásároltak mindent apró pénzért, és az attól kezdve az ő vállalatuk volt, Kínában nem lehetett. Vagy vegyes vállalkozást csinált, vagy nem csinált semmit. És know-how-t kellett átadnia. És Dél-Koreában a dél-koreaiak maguk kezdték el gyártani azokat a dolgokat, amiből végül is ipari nagyhatalom lettek. Ja. Ha Jun-chang, nagyon híres koreai közgazdász, én beszéltem is vele erről, van egy több ragyogó könyve, van az egyik, azt hiszem az, hogy a rossz szamaritánus, ugye? Tehát azok a fejlett ipari országok, akik elérték ezt a fejlett és gazdag szintet, azok most kirúgják a létrát a felkapaszkodó országok alól, hogy ők ne tudják elérni ezt a szintet. Hát ugye, amikor ott ültünk az előcsatlakozási tárgyalásokon, én mint ugye abszolút ifjú közgazdász mentem a pénzügyminisztériumból, és nekem nem volt szólási jogom, persze, csak a tárgyaló delegáció vezetőjének, és akkor mindig megkaptuk az aktuális vázlatot. És a mezőgazdasági fejezetben emlékszem, ott volt, hogy Magyarország komplementaritásra törekszik az Európai Unió mezőgazdaságával, ugye kiegészítő szerepre. És akkor megszegtem a szabályt, és azt kérdeztem, hogy hogy értik, hogy gyapotot termesszünk, vagy valami olyasmit, amit ugye a nyugat-európai országok nem, és ugye akik ültek az emelvényen, elröhögték magukat, mert ezen csak röhögni lehetett. Tehát felszámoltuk a saját iparunkat, a saját mezőgazdaságunkat, abszolút kitettük magunkat a világ külkereskedelmi folyamatainak, roppant büszkék vagyunk rá, hogy mi milyen nyitott gazdaság vagyunk, ebből nem lesz felállás. Ebből nem lesz felállás. Tehát, hogyha nem változtatunk ezen a gazdaság szerkezeten, és próbáljuk megkésve és sokkal nehezebb körülmények között a saját organikus magyar gazdaságunkat felépíteni, és ez egy külön beszélgetés lehetne, hogy hogyan és miképp, akkor nem fogunk tudni ebből kilábalni. Ugye én mindig sok, ez utolsó mondatom, mindig sokat szoktam beszélni a nettó befektetési pozíció, mi az magyarul? Befektetési pozíció, persze, ugye? Hogy mennyi a magyar bevétel külföldről, és mennyi a kifizetés külföldre. Ez nekünk éppen tegnap végignéztem, 90-valahányig visszamenve. Ez nekünk minden évben negatív. Igen. Mindig negatív. Mert ugye, amit ide befektet a külföldi, az adósság, az nem a miénk. Amikor évekkel ezelőtt valóban meghívtak előadást tartani, és akkor jött ki egy cikk valamelyik újságban, aminek az volt a címe, hogy a GDP csapdájában. Mert a Mercedes, vagy a BMW, vagy nem tudom ki volt itt akkor, azt hiszem a Mercedes, hazautalt valami irdatlan nagyságú profitot, hasznot, és hát ugye az kiesett, magyar bevétel, és ugye a cikk arról szólt, hogy a GDP csapdájában, és emlékszem, hogy azzal kezdtem az előadást, hogy nem a GDP csapdájában vagyunk, hanem a rossz gazdaságpolitika csapdájában vagyunk. Tehát így nem lehet. Mi állandóan adósok leszünk, és mindig gyenge lesz a kereskedelmi helyzetünk, hogyha nincsen saját gazdaságunk. És milyen gazdaság lehetne az, ami segítő módon áll hozzá? Nincs olyan nagyon sok időnk, de például érdekelne, már annyit beszéltünk energiáról,
És Magyarországnak az energiaszámlája 50% körül épületek fűtésére költődik. És szinte semmit nem lehet hallani arról, hogy a geotermikus energiával ezzel lehetne segíteni. Károly mérnök. Nekem valaki azt mondja, hogy a férjem mindig azt mondja, hogy eldugulnak a csövek, itt nem lehet ebből nagy mindent, és viszont mindent megoldani. Ön hogy látja? Ha láttam ilyen csöveket, tényleg eldugulnak. Tehát lerakódik. De általában ezt meg lehet oldani. Nem ez az energia fő megoldás. Amit én reális megoldásnak tartok, tehát az energiafelhasználásban ugye sokféle energia van, annak a legnagyobb része a valamilyen fűtésre szolgáló energia. Tehát vagy a lakások, vagy a ipari épületek, vagy a technológiai folyamatok. ...nak a hőigénye. Na most tehát ez az öm. Már ugye ezen túl van a világítás, az mit tudom, egy 10%, tehát az nem olyan sok. Na most ezt magyar forrásból, hát egyrészt ki lehetne elégíteni szénnel természetesen, de hogyha a széndioxid miatt nem lehet, akkor ennek nincs más megoldása, mint az atomenergia, tehát lakást is lehet fűteni atomenergiával. Csak akkor az újonnan épült lakásokat eleve úgy kell tervezni, hogy az oda menő elektromos vezetékek azok kibírják azt, hogy ott elektromos fűtés van. Ugye, mert az, mit tudom én, az 3 kilowatt, vagy nem tudom, hogy hány kilowatt, ugye, amit folyamatosan járatni kell télen. Tehát ez egy jó irány lenne, hogyha elhatározná valaki, hogy ezt megvalósítja, de hát végül is épül Paks 2, sőt már Paks 3-ra is lehet hallani. Hát igen, erről lehet beszélni, de egyelőre még nem épült meg, ugye? Tehát és az, hogy meg tudjuk-e építeni, vagy nem, az háborús helyzettől is függ, ugye? Mert most jön ki a 10. szankciós csomag, ami már, hogy mondjam, ezt is szankcionálja, tehát az atomenergiát is szankcionálja. Érdekes megjegyezni, hogy a nagy szankciók, az amerikaiak nem jártak rosszul a szankciókkal, mert ami nekik kell, azt ők megveszik, és európaiaknak eladják, amit európaiakkal szankcionáltatnak, azt drágán eladják ők. Na, tehát én azt gondolom, hogy először is ahhoz, hogy amit az Andrea mondott, szembe kell nézni a helyzettel. Tehát amíg illúziókban ringatjuk magunkat, hogy a nyugat segít, meg hogy mit tudom én, ez nekünk nagyon jó, hogy mi bedolgozunk, meg jaj, jön a tőke, meg mit tudom én. Tehát ameddig ebben, addig nem megy. Szembe kell nézni, és azt is tudni kell, hogy ennek a problémának a megoldása az máról hónapra nem megy, és ehhez föl kell venni, hogy mondjam, vállalni az áldozatot. Tehát a dél-koreaiak is áldozatot hoztak, mert kivásárolták magukat a külső adósságba, úgyhogy a lakosság összeadta az aranyát. Igen. Amit állítólag később visszakaptak, ugye, tehát jegyezték. Igen. Tehát az, hogy ugye ez a sokpártrendszer, ugye ez meg az, hogy bármit csinálsz, tehát ugye most akkumulátorgyáron, ugye, de bármi, de a Fundán Egyetem, bármi, ami egyáltalán létesült, ott mindig akadt egy jelentős réteg, amelyik eleve kritizálta, és hogyha ez arról szól, hogy mitől meg kell buktatni a Orbánt, ugye, akkor végtelen nagy a külső támogatottsága. Hogyne? Ennek a dolognak, mert az utolsó tüske, ugye, itten mások az Orbán, ugye, mert az összes többit már meggyőzték. Igen, de azért pontosan, amit az előbb mondtam, ugye a gazdasági rendet illetően mi nem lógunk ki a sorból, mi pontosan ugyanazt a neoliberális gazdaságot követjük, beálltunk a sorba, és tulajdonképpen kiszolgáljuk elsősorban a német, meg egyéb máshonnan ide települt vállalatokat. Azért, mert olcsók vagyunk. Hogy mennyire rossz ez a gazdasági modell, ami 90 óta tart, tehát nem egy kormányhoz köthető, hanem mindenki, aki 90 óta kormányoz, ugyanezt a gazdasági modellt követi. Nem tudom, hogy olvasták-e a hírt októberben, csak nekem már a szemem rátéved ezekre a dolgokra, hogy az iparkamara elnöke, Paragur, több helyen megjelent a cikk, azt mondta, hogy Magyarország nem támogatja az Európai Uniónak ezt az új rendeletét, hogy meghatározott minimálbért
vezetnek be, és azt mondta, hogy azért, mert kell az olcsó magyar munkaerő, mert van, aki kimeri mondani, ő igen, van, aki nem meri kimondani, de a mai napig az olcsóság a magyar versenyképesség. Na most, hát ő ezt bátran belemondta a világba, én pedig azt mondom, hogy ennél lesújtóbb ítéletet az elmúlt évtizedek gazdaságpolitikájáról nem mondhatott volna senki, mint amit Parag úr mondott. Tehát, hogyha egy emberöltő most már eltelt ugye 90 óta, még mindig az olcsóság a magyar versenyképesség, akkor itt valami nagyon-nagyon nagy szóval baj van a gazdaság szerkezettel. Tennék hozzá, hogy sajnos ez a politika nem 90-től van, hanem régebben. 68-tól. Így van, ahogy mondja tehát, a Károly, igen. Igen. Tehát... Igen. 1968-ban a reformnál lehetett látni, hogy az a társaság erősödött meg, igen, amelyik ezt a piacorientált... A finansztőke társaság, igen. Igen. És ez végig akár ki volt, kommunisták, nem kommunisták, Fidesz, SDS, akárki, MDF, gyakorlatilag ez volt. És ugye Andrea az idő nagy részében nem volt itt, meg előtte még meg kicsi volt, úgyhogy, de én... Végig küzdöttem ezt a, hát amire nekem kinyílt a szemem, az körülbelül 80 volt. Tehát én, tehát körülbelül 80 volt, amikor ezt átláttam. És onnantól kezdve próbáltam ellene valamit csinálni, de voltak nem neoliberális közgazdászok bőven Magyarországon, de mindenki háttérbe lett szorítva. Hogyne? Hogyne? Egyszerűen a vitán, hát ilyen terhivatali vitákra emlékszem, hogy ugye, hogyha az ember felszólalt, vagy valaki, aki olyan volt, akkor ilyen lenézően mosolyogott ez a társaság, és közben dumált egymással. Persze. De hát amit az előbb mondtam, hogy amikor az MDF kormány volt, és szaladgáltam leföl, hogy ne adjunk el mindent, hanem a saját, ugyanilyen lenézően mosolyog, ugye kislány, nem kell vele törődni. Na most még egyet szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Tehát ugye a versenyképesség, az olcsóság az nem versenyképesség. Tehát az az ország, amelyik nem tud olyan termékeket előállítani, amivel versenyképes a világban, amit azért vesznek meg, mert jó, nem azért, mert olcsók az emberek, akik előállítják, az az ország nincs igazán a gazdasági térképen. Na most Károly mondta azt, hogy a koreaiak és áldozatra van szükség, gazdaságpolitikára van szükség, nem neoliberális gazdaságpolitikára, hanem olyan organikus gazdaságpolitikára és iparpolitikára, ami valóban a magyar gazdaságra koncentrál, és magyar, organikus magyar gazdaságot ez akar létrehozni. Ez mit jelent ez az organikus magyar? Az, hogy nem külföldi pénzből és a külföldi érdekeknek, gazdasági és politikai érdekeknek megfelelő vállalatokat, hanem igenis fel kell mérni, hogy ennek az országnak miben van abszolút és komparatív Andrea előnye. Andrea lát ilyet? Hogyne! Rengeteg ilyet látok. Mondjon egy-két példát. Hát például mindjárt a mezőgazdaság. Tehát nézzük meg, én amikor itthon vagyok, én elmegyek vásárolni. Elmegyek a piacra vásárolni. Felszámolják a piacokat. Megszűnt a Hold utcai piac, ugye már régen megszűnt a Batthyány téri piac, megszűnnek a piacok, most voltam a harmadik kerületben, ott is nagyon gyéren néznek már ki a dolgok, egyre kevesebb a termelő. Nem kérem, a piacokat nem kell megszüntetni, több piacra van szükség. Tehát amit Károly is mondott egyszer, hogy ahol a Velencei tó mellett, ugye a Osantól kezdve a Tescoig mindenki, nincs még egy ország, ahol ennyi külföldi áruház lenne, amelyik élelemmel foglalkozik. Ezek hoztak ide valamiféle különös know-how-t, valami különös technológiai vagy tudományos dologgal gazdagították a magyar társadalmat? Nem. Ők egyszerűen uralkodó helyzetre tettek szert, ők szorítják a termelőt is, szorítják a fogyasztót is, és tulajdonképpen az egész elosztási rendszer torz, és nem használ a magyar mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak. Egy. Hát csak egy dolgot mondtam. És legyen ez a befejezés, mert a továbbiakban is esetleg elgondolkodhatunk ezeken a kérdéseken. Dr. Hosszú Andrea közgazdász és Lóránt Károly volt a
mai státusz vendége. A magyar gazdaságról is, főleg a világgazdaságról beszéltünk 2023 kapcsán, mert hogy recessziós félelmek vannak, de szakértőink szerint magyar megoldásra is lehetőséget kell nyitni, és meg kell találni azokat a termékeket és azokat a termékpályákat, amelyek a magyar gazdaságot hát kiemelik abból a represszív helyzetéből, amiben jelenleg van. Köszönöm mai figyelmüket. Viszont hallásra, viszontlátásra.